Köszöntöm nézőinket! Lengyel Zsolt, a Pannonia Bio ZRT kereskedelmi igazgatója a vendégünk ezen a mai beszélgetésen. Zsolttal abban állapodtunk meg, hogy jobb helyszínen nem is találkozhattunk volna, hiszen a Gödöllői Campus stúdiójában ülünk, ami a Gépészeti Múzeum fölött van, Zsolt pedig itt végzett Gödöllőn, ráadásul a Hogy folytatódott utána a pályád? pontosan így van, hát szeretettel köszöntöm én is a nézőket. A Gödöl eltöltött évek után én egyből a mezőgazdaságban helyezkedtem el, Páhalmán dolgoztam, egy nagy állami gazdaság volt, több mint 4000 hektáron gazdálkodott. Itt kezdődött a pályafutásom, ezen időszak alatt elvégeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemet is, és ezt követően több lépcsővel mondhatom, hogy kerültem olyan helyre, ahol kifejezetten mezőgazdasági termény felvásárlással foglalkoztunk, illetve ennek a feldolgozásával. Azt kell mondani, hogy abban az időszakban Magyarországon a legnagyobb mennyiségben. Utána váltottam, és kerültem jelenlegi munkahelyemre. Most már lassan tíz éve a Pannonia akkor etanóhoz, ma már Pannonia Bio Zrt nek nevezzük ezt a céget ez a tíz év, ez nem csak a te életedben tíz év, hanem a, a cég életében is tíz év, hiszen a, a, működését pontosan tíz évvel ezelőtt kezdte el a, a Pannonia Bio Zrt, és hát ezt a tíz évet folyamatos fejlesztések jellemzik leginkább ezekről. Számolj bekérlek kérlek nekem. Azt tudom erről, nagyon, egy nagyon dinamikusan fejlődő cég a mi cégünk. Amikor elkezdődött itt a beruházás, ugye ezt az egész beruházást a megújuló energiának a direktívája, európai direktívája szabályozta, illetve tette lehetővé, mégpedig ugye az üzemanyagba bekeverendő megújuló energia formájában, ez hozta létre gyakorlatilag az üzemünket, és ez indította el a pályán. Az első lépésekben egy ilyen 450-500 ezer tonna kukorica feldolgozására alkalmas, gyár volt a cél, hogy ezt megépítsék, és ezzel is indult el itt a beruházás, illetve azzal, hogy további gyárakat a környékben, környező országokban is létrehozunk, de ezt ugye, amikor elkezdték támadni ezt a direktívát, ez nem valósult meg, és ennek kapcsán az a döntés született, hogy teljes erővel kifejezetten a Dunaföldvári gyárat bővítjük, és próbáljuk minél hatékonyabbá tenni. Így elértük azt, hogy Európa legnagyobb bio etanol előállító üzemévé váltunk, és hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény ettől a régiótól. Azonban nem csak bióetanolt állít elő a Panonia Bio, picit, hogyha a számok világába kalandozunk. Beavatnál minket, hogy milyen mennyiségekről beszélünk, és nem csak az etanol tekintetében, ahogy az imént említettem, hanem akár takarmány előállítása, akár kukoricaolaj. Uh, és hát, amit mondtam, tehát mondjuk indultunk egy félmillió tonna a kukorica feldolgozásából, nagyon nagy szám, tehát elképzelni azt gondolom, hogy egy átlagembernek nehéz, de akinek van pár ezer tonnája, az egyből tudja érzékelni, hogy ez mit jelent egy ekkora uh, üzemi gyár. Hát ez a uh, teljesítmény, ez ma már uh, körülbelül ilyen 1 millió 200 ezer tonna uh, kukorica feldolgozását jelenti. Nagyságrendileg ehhez tartozik közel 300 ezer tonna takarmány kukoricatörköly ddg nek az előállítása. Uh, másik termékünk a kukoricaolaj, amiből olyan 12.000 tonna az, ami keletkezik, és mindezek mellett a, ugye a fő termékünk maga az etanol, amiből meg egy fél millió köbméternyi állítunk elő éves szinten. Innovációról beszéltünk az előbb, ugye én is említettem, te is említetted, hogy folyamatos innováció a cég élete. Mik azok a, a fejlesztések, amikre azt mondjátok, hogy, hogy büszkék lehettek, egyrészt, másrészt mik azok, amikben pedig a jövőben lesznek majd büszkék? Mik a tervek? A, tehát a, ugye a világ az folyamatosan fejlődik, és egyre több hangsúly van a környezetvédelmen. Gyakorlatilag ugye a cégünk is ebből indult ki, és igazából a cégünkben igenis látjuk a hosszú távú jövőt, tehát azt gondoljuk, hogy a, az energiaszektorban is lesz egy diversifikáció, egy, egy több lábon állás lesz majd valószínűleg tapasztalható, amiben a magának az etanolnak hosszú távon szerepe lesz. De emellett mindenképpen az egyik lényeges, hogy ezt a megújuló energiát a lehető hatékonyabb módon, minél többet megújuló energiából, Tudjunk úgy mondom, hogy előállítani, vagy minél több megújuló energia bevonásával tudjunk előállítani. Ezért az utolsó legnagyobb beruházásunk ez egy biogázüzem volt, amely Európa legnagyobb biogázüzemeként létrejött. A beüzemelése jelenleg folyik, folyamatban van, és a biogázüzem ellátása is jelenleg, és a jövőben is magából a kukoricából kivont rostal fog történni, ezzel letetjük ezt az üzemet, így gyakorlatilag az eddigi bejövő és eddig megvásárolt alapanyagunk egy részét használjuk fel továbbra is energia előállítására, ami még hatékonyabbá tudja tenni a magában a termelésünket, tehát nem foszilis alapú energiával, nem csak foszilis energiával működtetjük úgy mondtam, a gyárunkat. Óriási számokról beszélünk. Tehát ez, ez tény, hogy, hogy földi halandó nagyon el sem tudja képzelni, hogy milyen mennyiségek ezek. A maga, maga a rendszer, hogy épül föl, tehát a, a felvásárlás folyamata, nyilván, nyilván nem egyedül végzed ezt, de hát akkor is hát egy, napi szintű elfogadás. Én azt gondolom, hogy ez, egy, ez egy, hát elég egy kis csapat, vagy kis csapatnak lehet nevezni. Igazából akikkel együtt végezzük ezt a, a, a folyamatot, hat területi képviselővel, administratív kollégákkal, illetve egy kereskedő kollega az, aki nap mint nap a piacot monitorozza és nézi a lehetőségeket az alapanyag beszerzésre, és emellett még vannak kollégáink, akik kifejezetten az olaj vagy a DDGS értékesítését támogatják, segítik. Tehát azt kell mondani, hogy egy viszonylag szűk csapat, de elég stabil csapat a potenciális ö, vevőinket vagy eladóinkat elég jól be tudtuk már ez alatt a tíz év alatt azonosítani. Természetesen mindig vannak olyanok, akik újak, akikkel újból fel kell venni a kapcsolatot és meg kell ismertetni, illetve újra fel kell ö, eleveníteni a dolgainkat. Ez folyamatosan történik. Hozzáteszem, hogy itt az elmúlt egy év ez egy kicsit akadozott, de mivel már egy elég jó bejáratott kapcsolatrendszerrel ö, bírunk, ezért ö, a, mind az értékesítés, mind pedig a felvásárlás, azt kell mondani, hogy zöggenőmentesen tudtuk meg lebonyolítani. Említetted, hogy az elmúlt egy év kicsit akadozott. Szinte kihagyhatatlan kérdés, hogy a koronavírus okozta a helyzet, az mennyiben befolyásolt a, a vállalkozás életét, az értékesítést, a felvásárlást, egyáltalán a mindennapokat? A mindennapokat átírta. Mindennapokban azokat a rutinszerű gyakorlatokat, amikkel mi vásároltunk, vagy éppen működtettük a gyárunkat, az, az azt kell mondani, hogy felülvizsgálatra kellett, hogy kerüljön. Ugye a legnagyobb érték az ember maga, tehát mindenképpen a saját dolgozóinkra kellett vigyázni, elő kellett írnunk olyan szabályokat, amelyek egyre szigorúbbak és szigorúbbak voltak a, nem csak a higiéniai oldalról, hanem magában a tesztelés oldalról, hogy tudjuk, hogy, hogy éppen a dolgozóink azok uh, tudnak dolgozni, dolgozhatnak-e, illetve hát itt, akik sajnos megbetegedtek, azoknak a helyettesítését uh, azt uh, folyamatosan uh, pótolnunk kellett, illetve azt kell mondani, hogy ezek okoztak uh, uh, Hát így tudom mondani, hogy némi kis fejfájást a, a, a menedzserek részére, de mindegyiket sikeresen eddig sikerült megoldani. És hát ahogy látjuk, hogy itt bizonyos dolgokban már az ország is próbál az enyhítés irányába menni, ebből az következik, hogy valószínű, hogy ezt szépen átvészeltük ezt az időszakot. Hát legyen igazad, és ha már az enyhítésről beszéltünk, akkor elárulhatjuk a nézőknek, hogy a tervek szerint nekünk lesz egy közös feladatunk, vélhetőleg jó folyamán el tud indulni a Magyarország legszebb birtok a projekt, ahol birtokokat fogunk meglátogatni. Ráadásul egy új kategória is kerül a Magyarország legszebb birtok a projektbe, ez a fiatal gazda birtoka, és a kategória támogató nem más lesz, mint a Pannonél Zrt. Én már tudom, de azért a nézőkkel is hozzuk meg, hogy miért gondoltátok azt, hogy hozzunk létre közösen egy új kategóriát, és miért pont a fiatal gazdák azok akik a, azok, akik a fókuszban kerültek. Én azt gondolom, hogy az eddigi beszélgetésünkből is kiderült, hogy mindig megpróbálunk előre menni, mindig próbálunk előre gondolni, jövőre gondolni, és ebbe a képbe azt kell mondani, hogy nagyon is beleillik az, hogy próbáljuk a fiatal gazdákat is motiválni bármilyen eszközzel arra, hogy fejlesztenek, illetve én azt gondolom, hogy ezek jó példák lehetnek a fiataloknak abba, hogy érdemes a mezőgazdasággal foglalkozni, az érdemes a mezőgazdaságban maradni. Sajnos azt kell mondani, hogy ma a magyar mezőgazdasági társadalomban a, az állatlag életkor szerintem elég magasnak mondható. Tehát az, hogy a fiatalokat be kell vonzani ebbe a, a gazdaságba, és uh, láttatni velük azt, hogy ebbe van jövőkép, én azt gondolom, hogy ez is egy feladat, és én azt gondolom, hogy egy ilyen szponzori tevékenységgel, egy ilyen kategóriának a megindításával mindenképpen tudjuk a fiatalokat egy kicsit motiválni arra, hogy gondolkozzanak ilyen irányba. Hiszen hát uh, azt kell mondani, hogy ezt az iparágat, ezt az egész rendszert fenn kell tartani. Tehát ehhez, ahogy megújuló energiával foglalkozunk, így meg kell újulni, azt gondolom, hogy bizonyos mértékben az embereknek is. Csakor a megújulás jegyében sok sikert kívánok a továbbiakban is a, a Panonia Bio az nek és hát magunknak is közösen ebben a Magyarország legszebb a projektben, és remélem, hogy olyan fiatal gazdákat találunk, akik majd Adott esetben a partnereidek is lehetnek a közös hát, munkában. Bízunk benne ez is egy cél, így van. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is.